Arra gondoltam, hogy beszélgessünk ma a mágiáról és a varázslásról. Jó? Jó téma, igen. Szerinted van ilyen? Persze, persze. És minden ember varázsló, és minden ember csinál mágiát, csak nem mindig tudatosan. Oké. Akkor miért nem tudjuk működtetni az életünket? Mert én nekem az a tapasztalatom, hogy mágia és varázslás, és néha valóban elindulnak a dolgok, és valóban megvarázsoljuk, vagy megmágiázzuk. A mágia az inkább ugye egyfajta átalakulást jelent, tehát hogy most senki ne abba gondolkozzon, hogy ide jön valaki, és hopp, békává változtat minket. Abrakadabra. Bár az abrakadabra az... Igen, 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 de ezt most ne áruljuk el, igen. Hogy mit jelent? Hogy akkor miért nem tudjuk csinálni? Én azt gondolom, hogy csináljuk, tudatosan vagy tudattalanul, és mindenki átélt már ilyen igazi, mágikus pillanatokat, mert például amikor két ember meglátja egymást, és elkezdenek egymáshoz vonzódni, az is egyfajta mágia, hiszen a kémia elkezd működni, és ez már a varázslás, meg ebbe a kategóriába tartozik, maga a szerelem, a vonzalom. Oké, ugye van egyfajta elképzelésünk a mágikus létről, ez leginkább az írásoknak, a könyveknek köszönhető, most már a filmeknek is, hogy az mindig valami nagyon misztikus dolog, mindig valami szertartáshoz köthető, mindig valaki, aki fölvállalja a mágus szerepét, aki vezényli ezeket a dolgokat, akkor miért van mégis az, hogy mi nem tudunk ennek a misztikus dolognak megfelelni? Érted? Tehát, hogy... Értem. Itt arról van szó, hogy ahogy mondtam, hogy mindenki mágus, és mindenkinek az életében vannak ilyen mágikus pillanatok, csak ezek tudattalan dolgok, és amikor tudatosan akarunk valamit elintézni a világban, vagy az univerzumban, akkor folyamodunk szintén tudattalanul is akár mágiához, de hát nagyon tudatosan is lehet. Amikor megkérdezik, hogy mi az, hogy mágia, akkor én mindig azt mondom, hogy nagyon tehát megkérdezik, hogy mi az, hogy mágia, akkor én mindig nagyon tudatos azt mondom, hogy amikor szokatlan eszközökkel szokatlan dolgot akarok létrehozni. Az az igazi mágia, tehát akkor rákészülök. De ezt mondhatnám úgy is, ha nem a mágia szót akarnám használni, hogy teremtés, valamit alkotok, teremtek, valamit el akarok érni, és akkor azért cselekszem. Az is egy mágikus állapot. Ha egy picit visszatérünk a hétköznapi mágiákhoz, akkor ugye például a főzés is egy mágia, hiszen abszolút, az egy teljesen. Energiát viszünk bele, ugye, mert nem mindegy, hogy merre kavargatjuk azt az ételt, és hogy mi jön össze belőle, ami egy újabb energia bombává alakul, hiszen a testünket kezd el energetizálni. Milyen hétköznapi mágiák vannak, ami tudatlanul vagy tudatosan? Hát az csinál? Egyik a szerelem, ami úgy jön magától, és a természet adta nekünk, hogy mágia. De egyébként a főzés az nagyon jó. A régi történetekben, vagy hát most is a mesékben is, ugye a boszorkányok a nagy üstbe mindenfélét beleraknak, és megfőzik, és amikor azt mondják, hogy mondjuk egy szerelmi bájitalt készítettek, és akkor elvarázsolódik az, aki szerelmes. Gondolj bele, hogyha valaki szerelmes, akkor hiába mondod azt, hogy te, bocsánat, ebbe a nőbe szerettél bele, vagy ebbe a férfiba, hát ez sánta, pupos, kopasz, kihullott a foga, és egyébként megnéz meg milyen, és nem látja, hogy milyen. Tehát minthogyha tényleg megitta volna azt a bizonyos szerelmi bájitalt, mert tényleg elvarázsolódik. És akkor az a pillanat, amikor az ember felébred valaki mellett, kinyitja a szemét, és úristen, ki ez, és ezzel élek évek óta, és lehull a lepel, és elmúlik a varázslat. Erre mondjuk, hogy elveszünk a rózsaszín szemüveget. És elmúlik a varázslat. És ugyanígy nagyon sokszor például egy munkánál is elmúlhat a varázslat. Tehát beleszerethetünk, vagy elvarázsolhat minket egy gyönyörű környezet, egy munka, egy feladat. És akkor egy kicsit más tudatállapotba kerülünk. Uh-huh. Ugye, hát egy költő, amikor verset ír, akkor nem normál, hogy ki gondolja, hogy meg kiszámolja, hanem úgy magától benne van a ritmus és a rímek, és akkor úgy magától jön. Tehát az is egy ihletett állapot. Ez de is ugye mágia. Ez függ attól is, hogy kinek milyen az alkata, vagy kinek milyen
mondjuk a horoszkópia szerint mire alkalmas, vagy mi nem alkalmas, vagy a kronobiológiai pszichogenetika megmutatja, ugye, hogy mi az a dolog, amire ráállunk. Tehát, hogy ez alkatfüggő is ez az egész dolog. Én azt gondolom, hogy inkább rezgésszint függő. Tehát vannak olyan emberek, akik egyszerűen nem képesek, bocsánat, én úgy hívom, hogy földemberek, tehát akiknek tényleg semmi más nem fontos az életben, csak a fizikai szükségletek és a fizikai vágyak kielégítése. Azok tényleg alacsony szinten rezegnek, és tényleg nem gondolnak arra, hogy például, amikor a gyerekem elé egy ételt oda teszek, az milyen varázslat, hogy megfőzi. Nem véletlenül minden gyerek vagy felnőtt később a mama főztje. És azért felnő egy generáció, akinek nem nagyon van mama főztje, mert a McDonald's van a mama főztje, és a világ is olyan lesz. És ha belegondolunk, az is egy varázslat, hogy mit teszünk az asztalra, hogyan tesszük oda, és hogy a szeretetemet tényleg belekavarom, vagy kikavarom. Ugye tényleg néha elhűlök, amikor látom, hogy ellenkező irányban kavarják az ételt, vagy akár csak a kávét, vagy az italunkat. És hát ezt meg lehetne tanulni. És bocsánat, ez egy kultúra része lehetne. A kávénál azt mondta nekem múltkor egy indiai orvos, hogy a harmadik kávénál már érdemes kifelé kavarni. Mert akkor kavarni. Már sok az energia, igen. Visszatérve az előbb elkezdted mondani, vagy elkezdtünk arról beszélni, hogy kit mi határoz meg, akkor te is úgy gondolod, hogy bizonyos dolgok például, amivel foglalkozol a numerológia, számisztika, vagy az asztrológia, az csak megmutat dolgokat, de nem determinál, hanem tudunk változtatni bizonyos részeket. Amikor megmutat dolgokat, akkor az is több síkon mutatja meg, és ugyanúgy mutatja a rezgésszintet. Tehát amikor valakinek azt mondom, hogy te egy egyes vagy, akkor az is nagyon sok szinten lehetsz, egy nagyon egyszerű fizikai szinten lehetsz egy erőszakos ember, aki érvényesíti az akaratát, és egészen sok-sok szint, és a mágus, ugye? Tehát aztán az egyes a mágus. Tehát minden ember több szinten rezeghet, és azt gondolom, hogy el kell érnünk, azt szoktam mondani, hogy idáig, mert úgy olyanok vagyunk, mint a kentaurok, hogy azért alul, tehát deréktől lefelé azért valahol állatok, már jó értelemben, szóval nem pejoratív értelemben, tehát úgy viselkedünk, ösztönlényünk, köszönöm a szót, és onnantól felfelé pedig az isteni megnyilvánulása, és ha ez alatt van valaki, az baj, ha e fölött van nagyon, az is nagyon nagy baj, mert az a legjobb, ugye, hogyha egy picit úgy mind a két részünket összhangba tudjuk hozni, de hát a mágiához nyilván ezt a felső énünket kell használni. Az jutott róla eszembe, hogy a bátyámnak a katonai orvosa az kétféleképp kezelt, de elég től lefelé luttam beként, fölfelé kalmopiré. Igen, körülbelül igen. Igen. De ez is milyen jó, mert ugye a luttabetét az egy ilyen fizikai dolog, ami majd korrigál, és azért a kalmopirin az mégiscsak más szinteken is hat, igen. Visszatérve, ugye a legfőbb mágikus eszköz az a tűz. De milyen eszközöket ismerünk még? Tehát, hogy milyen átalakítókat, vagy befolyás? Beszélt már az energiáról, a rezgésemelésről például. Igen, hát vannak eszközök, vannak eszközök, de én azt gondolom, hogy a legnagyobb eszköz az, ami az egy olyan anyag, amit azért, aki vagy hisz az Akasa krónikában, meg ebbe a térben, vagy nagyon tudományosan a kvantum térben hisz, mert ugye ott az a tér, ahol a csodák történnek, tehát van egy olyan tér körülöttünk, ahol a csodák történnek. Az, hogyha valami eszközt is használunk, tehát nyilván egy ceremoniális mágia, amikor ugye régebben ez nagyobb divat volt, ma már kevésbé divatos, de hát akár csak egy gyertya elégetés, az is egy ceremoniális mágia. Ezek olyan segédeszközök, amik mind csak elvisznek minket abba a világba, abba a színbe, ahol aztán tudunk teremteni, mert a mágia teremtés, tehát igazából teremtés, alkotás. Én gondoltam itt most például a vérre, mint mágikus eszköz, tehát hogy vagy pedig a szexualitásra, ugye, ami szintén egy mágikus eszköz. Hát azon keresztül is, tehát a legtöbb ember, a legtermészetesebben nyilván a mágikus létet a szexualitásban éli meg. Tehát egyrészt ugye a szexualitás az Istennel való kapcsolat, a másik, hogy önmagad klónozod, tehát hogy reprodukálod
azokat a géneket, aki te vagy. Hát jól kitalálta a természet, hogy ebben még örömünket is lejjük, igen. És akkor ugye ezekhez a génekhez kapcsolódik majd valami univerzális dolog, amit léleknek hívunk. Hát ezt ugye nagyon sokszor mondják, hogy amikor két ember egyesül, én fiatalkoromban írtam egy verset, most elmondom, hogy ilyen aktussal kapcsolatban, hogy ősi istenség vagyunk mi ketten, hol férfi, hol nő, egy lélek, egy testben. Tehát ha elérjük ezt az állapotot, hogy hol férfi, hol nő, egy lélek, egy testben, akkor van egy mágikus pillanat. Ez ritkán következik be, tehát a szexualitás az nem egyenlő ezzel a mágikus pillanattal, ehhez már tényleg az kell, hogy két ember magasabb szinten kapcsolódjon. Mondjuk ez egy tantrikus beavatásnak lehet a része? Biztos. Nincs válaszom. Jó, térjünk vissza a mágiára. Nincs válaszom, ez a szexuál mágia, amiről beszélünk, nyilván van egy szexuál mágia, a szexualitás lehet egy eszköz. Lehet egy eszköz, egy varázspálca is lehet egy eszköz, egy kártya is lehet egy eszköz, gyakorlatilag egy rituálé is lehet egy eszköz. Hogyan tudjuk a mindennapjainkat megvarázsolni? Tehát, hogy valóban afelé menjünk, amit meg szeretnénk élni, vagy szeretnénk a célunkat elérni. Én azt gondolom, hogy ha én mondjuk azt szeretném elérni, hogy jól érezzem magam a munkahelyen, vagy egy társaságban, akkor úgy kell oda menni, hogy én jól érzem magam, és ezt sugárzom magamból. Tehát tulajdonképpen, amikor én sugárzok bármit magamból, akkor el tudok érni egy célt. Ez nagyon jó, amikor felszáll a metróra, ez kedvenc példám, ugye rengeteg kering a Facebookon, hogy felszáll valaki a metróra vagy a busz, és elkezd nevetni, és nézik, hogy ó, ez hülye, hát ez itt mit csinál. És akkor egyszer csak nem kell, de mindenki, és 10 perc múlva az egész metró nevet, és ez egy mágikus operáció. Tehát úgy hatok a többiekre, hogy azt csinálják, amit én akarok. Na most ezt ritkán tesszük meg, sokkal gyakrabb az, hogy valaki felszáll a villamosra, rálép valakinek a lábára, és akkor egy pillanatokon belül egy ilyen nagyon negatív energiamező alakul ki, és ez ugyanúgy mágia, mert akkor is ugyanúgy átviszi, és sajnos a rosszat könnyebb átvinni. Tehát amikor valakit ráüvöltök, leviszem az energiaszintjét, tehát ez egy mágikus operáció, és ezért mondom, hogy tudattalanul is csinálunk ilyet. De legyünk sokat. Mert hát nem mindig vagyunk jók, de legyünk tudatosabbak. Például itt van ez, hogy ne az legyen a cél, hogyha elérek valamit, akkor majd boldog leszek. Tehát ha lesz párkapcsolatom, vagy megkapom az új autómat, vagy ennyi és ennyi pénzt keresek, majd akkor boldog leszek, hanem ahogy az előbb te is mondtad, először boldogok legyünk, és majd abból mindenki fog alakulni. Így van. Tehát, hogy ha valamit el akarok érni, akkor az oda vezető útat kell úgy programozni, hogy az jó legyen. Jó, akkor mondjunk tippet programozásra. Például. Hát nagyon egyszerű, leviszed magad meditatív állapotba, kilépsz a kvantumtérbe, behelyezed az energiát. Hát így persze ezt így nem lehet, valóban vannak tanulható technikák, de hát egy ilyen beszélgetésben elmondani, hogy csináld, csak azt mondom, hogy gondolkozz pozitívan, de inkább amit én lényegesebbnek tartok, hogy nem azt elmondani, hogy csináld, hanem hogy mit ne csinálj. Aha. Ugye, hogy ne csinálj szerelmi kötést, és ne higgy azoknak, akik csinálnak, mert mi történik? A szerelem elmúlik, a kötés ott marad, és egy életen keresztül nem fogjátok elengedni egymást, csak akkor már a gyűlöletté megy, mert ugye ugyanaz az energia, mint a negatívra fordul, és egy életen keresztül, tehát ez a legszörnyűbb dolog, amit én el tudok képzelni, hogy azt mondják, hogy szerelmi kötés. És hogy ez milyen jó, igen. És hogy az milyen jó, és aztán vagy szét lehet szedni őket, vagy soha, és akkor egy életen keresztül megy ez a sok házasság után, házasság felbomlása után azért gyűlölik egymást, mert valahogy egy szerelmi kötés jött létre. Furcsa dolgot mondok, meg lehet, hogy megköveznek érte, de amikor a pap rátekeri a stólát, az bizony egy szerelmi kötés. Tehát nem csak boszorkányok csinálnak szerelmi kötést, hanem sokan csinálnak szerelmi kötést, vagy fogadalmat, vagy ugye előző életekbeli, és akkor bizony megmarad a rossz kapcsolat is. Tehát azért mondom, hogy inkább azt mondom, hogy mit ne csináljunk, mert az talán fontosabb, hogy... Oké, még mit ne csináljunk?
Hát szoktam mondani, hogy ne küldjünk átkokat, mert visszajön, és igen. És... Főleg azok, akik tudnak ezzel nem védekezni, és rögtön abban a pillanatban vissza hát is küldik, igen, és akkor az nem jó. Be a feladatát. Az akkor nem jó, de azt tudtam, hogy az univerzum minden számlát kifizet, tehát tényleg, ha rosszat teszünk, sokszor tudattalanul teszünk rosszat, nem azért, mert rosszat akarok tenni, csak hirtelen felindulásomban megátkozok valakit, és hát ez bizony egy mágia, és ez bizony hat. Én meg annyit tudnék hozzátenni, hogy mindenki keresse meg a saját útját. Mindenkinél minden másképp működik, tehát hogy lehet, hogy a mindenket tökéletesen jó, az nem abszolút nem működik, de tehát, hogy mindenki megtalálhatja, ami igazán az övé. És ami a legfontosabb ebben a dologban, hogy bárki bármit állít, hogy ez neki jó, az hazudik. Majd ha megtapasztalta, akkor ő majd tudja, hogy ez neki jó vagy nem jó. Tanulja meg, megcsinálja, tehát hogy ezzel nincs gond, de a tapasztalatszerzés után fog összegződni ez az egész dolog. Gondolok itt arra, hogy hozzám is szoktak jönni kérdezni, hogy akkor most ezt hogy kell, ugye arra van az emberiség most beprogramozva, hogy háromszor egy tablettát vegyél be. Igen. Egyébként ez is egy mágikus folyamat, tehát hogyha én hiszek abba, hogy ha most én beveszem azt a tablettát, az hatni fog, akkor általában hat is. Jó, de én meg arra gondolok, hogy inkább legyünk megengedőek, és nézzük meg ezeket a dolgokat. Oké, nem tudjuk, hogy milyen vegyületeket veszünk be mondjuk tabletta formájába, és hogy az hogy hat, és éppen mire. És milyen mellékhatásai vannak, igen. Ez egy dolog. Itt arra gondolok, hogy a szabadságot kezdték el korlátozni, vagy kezdjük el korlátozni. Tehát, hogy mi magunk is sokszor bedugjuk a fejünket abba az igába, ami mondjuk hajt valóban. Fantasztikus dolgot mondtál, hogy a mágia az tulajdonképpen szabadság is. Tehát, hogy szabadon irányítom a sorsomat. Ez egy nagyon nagy szabadság, és ahhoz tényleg kell valami önbizalom, tudás, hit, hogy tényleg tudjam irányítani a sorsomat. Hogy higgyek abban, hogy az jó. Ez egy jó végszó. Ugye? Köszönöm. Akkor